Sziasztok, Joanny vagyok, üdvözöllek a csatornámon, és ma a 101 kiskutyás sorozatunkat fogom folytatni. Hogyha jól emlékszem, akkor már 6 kiskutyánk van, csak nem tudom, hogy miért 4 volt kérő a legutóbbi részhez, lehet, hogy rosszat néztem. Azt hiszem, hogy már 6-nál tartunk, itt van ugye 4, és már 2-t eladtunk. Megvárjuk, amíg felnőnek, és akkor őket is tovább fogjuk adni, és Szonyára pedig 250 szimolont kap, azt hiszem, utánuk majd. Egyenként. Ivet meg ugye elkoborolt itthonról, úgyhogy gyorsan hazahozzuk. Menjen el aludni. Hát már ha tud egyáltalán aludni ilyen időben, mert azért elég rossz most az idő. Szörnyelával pedig nem ártana folytatnunk ám itt a... Ja. A videós karrierjét. El tudtatok menni aludni? Már lehet a vihar? Ja jó, akkor viszont aludjátok, és akkor már reggel folytatjuk. Ivet felébredt a vihar, keltette fel őt. Úgy döntött, hogy egy kicsi tévét néz még így reggel, amíg szörnyel a fel nem kell. Hát szörnyel is lassan fel fog kelni. Úgy látom, hogyha elindézte itt a reggeli teendőit, akkor lehet, hogy csinálhatnánk valami munkát. Jó lenne valami videót felvenni. Látom, hogy Ivet abba is hagyta. Ó, 685 szóval kaptunk. Mert a főnök boldog szörnyel a munkájával. Hát ennek nagyon örülök. Jaj, de ne ide gyere fel! Ne! Rányít szörnyellára, Ivet, komolyan! Ki kéne zárnom innen. Ebből a fürdőszobába be sem mehetnie. Most sikerült felidegesítetek szörnyelet. Komolyan ezt akartad? Ive, gyere már ki onnan! És fogja magát, és mégis ott akar elmenni. Amikor én direkt megkértem Ivettet, hogy jöjjön le ide. Ivet, én csak segíteni akarok, bízzál bennem, jó? Ezt az ajtót csak szörnyel használhatja. Itthonról dolgozunk, mi a munka? Playfulnak kéne lennie, és kétszer update-elni a Social Network profilját, azt lehet innen is, igaz? Vagy ezt csak a számítógépről fogja elfogadni? Meglátjuk, hogy elfogadja, nem? Sajnos nem. Akkor viszont próbáljuk meg innen update-elni kétszer. Akkor igazából végig zongorázhatná itt az egész social médiáját szörnyelna. Mindenből egy picit. De sok kedve van hozzá. De sok kedve van ez az egészhez. Hihetetlen. Nem tudom most, hogy erre rámentem el vagy sem. Na mindegy. Kellenek azok a feliratkozók szörnyelna, mert vagy követők, mert még mindig messze vagyunk az 1 millióhoz. És az a következő, ami kell a munkájához. Na, akkor ezeket csináld meg, légy szíves. Húha, Ivet, elmentél számítógépes játékkal játszani? Meg eszel? Ó, várj már, Ivet, hát... Ivet, vannak itt problémák, drága. Ki kéne küldeni a kutyuskákat, tudod? Ez a te feladatod. Nagy aztán szörnyel lejöjjön és ezt lássa, hogy... Ó, még a WC-t is elrontottad? Jó, őt is ki kell küldeni. Ó, nem. Itt teljes a káosz. Fönt szörnyel a mindent a kezében tart, itt lent teljes a káosz. Őt is ki kell küldeni. Ajaj, ti mit csináltok ott? Muszáj voltam rászólni, hogy aztán szörnyel jöjjön és ő szóljon rá. Szerencsére elvileg megtanulta. Ezt viszont, ops, nem fölmenni akartam. Ezt viszont ki kéne dobni. Ó, most az összes kicsi abba fogod hemperegni. Hova lett a... Na jó. Véletlen kicseréltem, amúgy nem ezt akartam, hanem... hanem meg akartam javítani, de mindegy, az most az én sarom, ezt nem fogom Ivetre ráterhelni. Én rontottam el. Ó, és playful lett! Nagyszerű! Akkor meg is... Ez mi volt? Most közelről jött ez a villámlás. Ajaj. Ive, gyorsan mosogass el innen, mert szörnyen a pipa lesz rád. Aztán nem enged ki ezt te.
Nem így, hogyha tudna róla. Na jó, meg kéne fürdetni őt. Már nagyon koszos. Nem jó. Te is beli vagy? Oké. Okay. Legalább most már ezt is tudjuk. Megpróbálom megfordítani a kádat, hát ha az a probléma, hogy amikor jó irányba van letéve, akkor képtelen megfürdetni a kutyát. Ugye Pongót kéne megfürdetni. Csak úgy jó, a káta fordítva van lerakva, helyettem. Valamelyik törpicsek is koszos volt, hogyha jól láttam, de melyik? Melyik törpe koszolta magát össze? Te voltál ezt a pancs. Menjen ki. Ó, ott van megint egy pocsolya, gyorsan mossuk föl, miatt megint belehemperegnek. Oké. Okay. De mint hogyha meg mindig lenne. Nem érdekel, most föl. Meg már egyszer elküldtelek fürdeni, de akkor meg nem jött össze valamiért, úgyhogy magadra vess. Szörnyed, te mit csinálsz? Jasztam, hogy kiment. Na jó. Neked viszont livestreamelni kéne, mit szólsz hozzá? Mondjuk ezt, Sims ez egy kicsi live-ban. Kéne az az 1 millió feliratkozó. Hát... meg lesz ez valaha szerintetek? Most annyira lehetetlenségnek tűnik. Tehát ki tudja, talán majd lesz át. Ó, Vlad! Szeretné, hogy hát mennél hozzá. Hát ilyen invitálásra nem lehet nemet mondani. Ó, nálad milyen jó idő van, Vlad. Nálunk meg dörög az én képzeld. Adjunk neki megint valami romantikus ajándékot. Adunk neki almát. Reméljük, szereted az almát. Bár... hát jó van, pirok. Nem almát esznek. Go on. Nesze alma. Fajab? Aha. Na, mit szólsz hozzá? Jibs, jibs, Tombra. Oké, oké, jó van akkor. Leszeme. Prasa. Ó, most mind a ketten nagyon flörtölősek. Rózsát ad, de rendes. Igazi, gavallér vagy. Igazából hagyhatnám, hogy ők azt jelják, amit akarnak, nem is tudom, hogy miért szólok bele. Nem tudunk tőle pénzt kérni? Hát nem. Pénkár, pedig jól jött volna. Most komolyan szörnyelna? Hova mész? Neked most komolyan ennyire kellett pisilni, hogy ott hagyod Vladot? Jaj, nem tudtam hirtelen, hogy ez mi volt. Te meg mit akarsz? Barátok akart... mi? Nem. Jó van, te meg akkor meg használd ezt a WC-t, ha már eltotyogtál ideig, légy szíves. Gyönyörűen játszol, Vlad, gyönyörűen. Kicsit gyakorod még szerintem. Vlad, nem akarunk megsérteni téged, de borzasztóan játszol, úgyhogy inkább gyere. Flörtölni egy kicsit. Tranquil. Adjunk neki egy rózsát, mi is. Már annyi rózsát kaptunk tőle. Benka Trebna. Aha, Pitor? Blars. Na, tudom, most aztán készen van. Megkérdezzük, hogy nem-e... nem-e sellő véletlenül? Jobba Dorishi? Ah, and Fabi. Oh. Ah, hát sajnos nem. Ó, oh, nehogy már emiatt most összebe. Nem lehet sajnos egyszerre sellő meg vámpír, mi? Jól van, na, tudjuk, hogy vámpír vagy. Kérdezzük a vámpíroskodásról. Mi? Oké. Okay. Na jó, elég, mert összevesznek most komolyan ezen. Nem akar nekünk semmit mondani, akkor nézzetek egy kis felhőt, komolyan. Ne vesszetek össze, gyerekek. Ne vesszetek össze. Ó, most már csillagokat tudnának nézni. Nézzetek már egy kis csillagot, légy, gyerekek. Ne legyetek már ilyenek. Reménytelen. Reménytelen ez a helyzet. Nem akar kijönni csillagot nézni. De nehéz vele barátkozni amúgy. Igazán meg kell küzdeni a barátságáért.
Na, még egy ölelést adjál már, aztán lehet, hogy megyünk is haza. És most bezzeg milyen flörtönös. Na jó, rátok bízom még pár másodpercig, hogy mit akartok csinálni, utána, hogyha megint nem csináltok semmit, akkor megyünk haza. Oké. Okay. Oké, mert nem lehet semmit csinálni, csak ez. És megint összevesznek. Hozzájuk se nyúltam. Most mit csinálsz? Én kiégtem. Itt kettőjükön. Menjünk haza, jó szörnyállal. Szerintem ebből elég volt ennyi. Nagyon nehéz összebarátkozni Vladdal, az biztos. Oh, itthon még mindig villámlások vannak, menjünk befele gyorsan. Ivet! Mindenhol ott hagytad a kutyahakit. Hogy lehet, hogy ilyen rosszul vagy? Egész nap itthon voltál, és nem tudtad magadat egy kicsit elfoglalni semmivel? Ivet, gyere már be onnan! Meg szörnyen a pakol utánad, komolyan. Na jó, mit csináljak veled? Van valami, amit lefőztél mostanság? Akkor miért nem abból lesztek, áruld már rá? Neked ott kéne enni, Ivett. Oda benn. Ó, de ügyes vagy. Nagyon ügyes vagy. Bizony, bizony. Szörnyelete, hogy vagy? Valamatosan akar menni. Nektek meg mi bajotok van már megint? Hát hányszor kell egy nap kimennetek? Most komolyan. Most neki kell nagyon kimenni, Lordnak. Szegény Ivet, hagyj egyen már meg a kajáját, Lordocskám! Pillanat! Valaki nő fel? Ki lesz nagy kutyus? Süti! Sütiből lesz nagy kutya. Na, hadd látom, hogy nézel ki, Süti. Ó, hello! Süti, hova lett? De nem igaz, hogy ez az első dolog, hogy belegyol a WC-be. Most komolyan! Ennél okosabbat nem tudtál volna kitalálni? Szólj rá! Ivet, léci! Ne! Még a pocsolyába... De rosszak vagytok, ti kutyák, hát hihetetlen. De nem már, hát most meg mit csinálsz? Hát most meg belehem. Fú, gyorsan most fel innen a pozsaját, mert különben itt aztán jönnek rosszalkodni sorban. Na, most megint ki kell menni mindenkinek. Neked nem kellett kimenni, Süti? Nagyon... Ki vagy te? Elnézést, bocsánat, ki vagy te? Prisába belecsapott a villámlás, hogyha jól látom. Jól vagy? Mi van ezzel a villámlással? Már miért nem adja már abba? Komolyan, mert én ijedek meg. Ivet? Nem gondolod, hogy valamit elfelejtettél? Aha, én is erre gondoltam. Fejtettem menni pisilni. Na most aztán mindenki ideges emiatt, hogy ilyen viharok vannak. Ha pedig olyan közel lenne... Már a következő... Mi történik itt? Ott valaki nő fel. Tappancs is felnő. Tappancs is felnőtt lett. Tapást meg kéne fürdetni. Valaki rányított, ezt nem hiszem el. Az idegen ember, aki itt bejött, aki belecsapott a villámlás. Reméljük, most már nem csap bele. Nőben Ivet, annyi segítek, hogy ezt a külső kutyakakkancsot majd én kidobom. Ó, most kinek kell kimenni? Nekik kettőknek, Lordnak és Sütinek is. Ivet, hova mentél már megint? Gyere vissza, kérlek szépen is. Segíts! Segíts a kutyákkal!
ki kell őket küldeni. Oké. Olvasd tovább egy picit. Akkor ne. Akkor mosogassam. Miért nem tudja egyszer elmosogatni ezt a két tányért? Miért csak külön megy neki? Luna is nagy kutyus lett. Akkor most már csak Lord van. De talán ő később született, mint a többiek? Már nem is emlékszem, hogy hogy volt. De legalább megtudta, hogy kint kell elvégezni a dolgát. Nem igaz, hogy állandóan ott rosszalkodtok, gyerekek? Szólj rá! Most fel. Nagyon rosszak. Nagyon rosszak. Ivet, ha ide teszem ezt a kutyakakit, ide, akkor van annyi eszed, hogy abba a kukába dobd ki, vagy nincs? Hogy egy kis pénzt tudja szerezni vele? Tudom, honnan jön ide folyton ez a sok víz. Na, 10 szimalont kapott Ivet! Ezt is át kéne keresgetni. Még 5 szimalon. A fizetését is most már megkaphatja. Majd azt mindig hozzáadom minden nap. Ezt nem mondom mindig, majd mindig hozzá fogom adni. Szörnyelő úgy döntött, hogy alszik itt egyet a kanapén, én pedig jobban örülnék neki, ha videózna egyet. Kipróbálhatnánk ezt a drónt. Lehet streamelni a drónnal, és akkor az milyen? Itt remélem nem megy tönkre az esőben. Elment a drón. Jó, hogy őt követi a drón. Aha, érdekes. És akkor ilyenkor kapja a követőket? Na jól van, akkor viszont nézzük meg ezeket a kutyusokat, Tappancs és Süti. Itt van Süti. És Luna, aki pedig itt fekszik. Őket akkor el is adhatjuk, tovább adhatjuk egy családnak, és akkor jöhetnek az új kiskutyáink. Vanessának fogjuk adni a kutyusokat, ő vásárol 3 darab dalmata kutyát magának, és nagyon megtetszettek neki ezek a kutyusok, úgyhogy 600 szimolon fog hozzáadni még majd a pénzünkhöz, és akkor jöhetnek a többi kutyusok. Tehát úgy fogom hozzáadni azt a 600-at, hogy ugye beírom a csaláskódot, engedélyezem ezzel a csalásokat, és csak egyszerűen átírom a pénzt. 9952, hogyha mindegyikért 200 szimolont kaptam. És akkor ennyi. Látjátok, ott írja, hogy 600 szimolont adtunk hozzá, és ki is kapcsolom a csaláskódot, mert nem szeretném, hogyha bezavarna a játékba. Nem jó úgy játszani, hogy megy a csaláskód, mert akkor sajnos ilyen bágos lehet. Na, úgyhogy akkor össze is hozhatnánk a kutyákat. Ó, megérkeztek a pénzei szörnyelnának. Arnold telefonál. Ajaj, hát sajnos most nem mehetünk, mert az a baj, szörnyelne ébren van, és most látná, hogyha kiszökne. Jó, lemerült elvileg a drónunk, úgyhogy most ki kell kapcsolni. Hát nem mondom, hogy túl sok követőt kaptunk vele. Még lehet upgrade-elni, lehet, hogy az számít. Na jól van, mindegy, csináljunk egy videót szörnyellával. Ugye azzal is haladjunk, nézzük meg, hogy mik a trendek, hátra tudunk olyat csinálni. Celeb élet!
vlog, piano. Handiness, hát szerintem ezekből egyiket sem fogjuk tudni megcsinálni. Úgyhogy legyen akkor egy beauty videó. Na jó van, amíg Szonya a videózik, addig megnézzük, hogy Ivet mit csinál. Ivet megint eszik egyet abból a finom kajából, amit készített, úgy látszik, hogy ízlik neki. Tudom, lehet, hogy érdemes lenne csinálni neki az élet célját. El kell mennie kettő randira. Érdekes, hogy az előzőt nem fogadtál randinak? Pedig elvileg voltunk már randin. Ha. Elkészült közben Szörnyel a videóval. Kicsit dolgozzon vele. Ezt mosogassuk el. Szeretnél egy nagy menüt csinálni? Végül is miért ne? Na most az a kérdés, hogy ilyet szeretne? Várjunk csak. Nem, szerintem nem olyat szeretne, hanem ugye többet lefőzni. Csináljon egy kis mac and cheese-t. Muszáj gyűjteni a pontjait, mert szeretnék neki kiváltani majd tulajdonságokat. Az effekt ez is úgy látom, hogy készen van, remélem Szörnyel nem hagyta abba a dolgozást, szerencsére nem. Na, ez sikerült. Megint főzni akarsz? Ennyiszer miért akarsz főzni? Tudnánk főzni valamit a kutyáknak? Mondjuk egy ilyet. Gyere, főzz egyet a kutyáknak. Úgy is emlékszem, hogy szerettél volna valamit főzni neki. Nagyon finomat csinálsz neki, úgy látom. Ne is le mindent azért. Már nő is föl ez a kutyi. Lehet, hogy amúgy nem volt sikeres így az összejövése a kutyusoknak. Az utolsó ebéd nálunk. Legalább finomat eszik. Na szóval, Szörnyella. Hogy állsz? Még nincsen kész, de már ötös szinten vagyunk? Nagyon jó. Semmi eszet nem kaptunk az ötös szinten, de legalább ötös szintek vagyunk most már. Mi van, Pongo, te is kértél volna belőle? Szerintem megint megkérem őket, hogy jöjjenek össze Párdival, mert én nem láttam, hogy sikerült volna a dolog. Ezt felmossuk. Menjen el fürdeni. Nem látszana lassan kimosni a ruhákat. Elhívott minket vacsorázni. Még elég korán van. De Szörnyella most úgyis a videókkal van elfoglalva. Sőt, ha jól lehet, belement aludni. Hát az a baj, hogy nem szeretném most elküldni évet, tehát mert nincs túl jó állapotban. Pedig igen, elment aludni Szörnyella, tehát lehet, hogy épp ki tudott volna szökni. Nem baj, majd este kiszökünk. Szörnyella, kelj fel. Nem most aludj, szegény évet nem fog tudni kiszökni az este. Töltsd fel a videódat. Na, hogy menne ki akarja elni főzni, hát ott van a két fél a kaja és a hűtőbe szerintem. Bizony. Nem értek, hogy sikerült a kutyáknak az összejövetele, igaz? Innen kéne takarítani. Miért megedi? Ez üres. Jaj, ne te! Ne haragudj, te! Ivet mosogass el, légy szíves. Na végre sikerült összefogni a két tányért, el se hiszem. Na mi van, skacok, éhesek vagytok? Ajaj. Töltsük meg a kutyáknak a kajáját. Éhes volt, úgy látom. Na jól van, menj el szépen aludni. Ezt még vegyük ki. Ezt kértem? Mindegy. Majd előről kezdjük. Menj el szépen aludni, aztán majd utána folytatjuk, hogyha felébredtél. Szörnyel pedig most ébredt fel. Most azt nem tudom, hogy... feltöltötte-e a videót? Nem. De?
lehet, hogy igen. Na, hogy már neki lesz ájfőzni komolyan. Ott van a kaja. Már megint? Valami fontosat akar kérdezni. Na jó, akkor menjünk. Na kérdezd ezt a fontosat. Mit akarsz kérdezni? Hát mindegy. Viszont én nem fogjuk folytatni, remélem, hogy tetszett nektek ez a rész. Ha igen, akkor dobjatok egy lájkot. Ha szeretitek, amit csinálok, akkor ne felejtsetek el feliratkozni, és legközelebb találkozunk. Sziasztok!